Nagyon szépen köszönöm. Ezúton is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Már itt akkor felajánlom azt, hogy az előadásom során is, ha bármi kérdés fölmerül, akkor nyugodtan állítsanak meg, tegyék fel a kérdéseket, hogy tényleg akkor arra felé menjünk, ami önöket érdekli. Ugye itt Fetter tanárnővel abban maradtunk, hogy ő a büntetőjogi relevanciákat mondja, én meg akkor igazából a közigazgatási relevanciákat, és úgy gondoltam, hogy kicsit akkor egy történeti áttekintést is adnék, hogy ugye hogy jutottunk odáig, hogy állatvédelmi jog, állatvédelmi közigazgatás. Egy egész pici kultúrtörténeti áttekintést szeretnék adni, igazából az állatokkal való kapcsolat ugye már a teremtés történetben is megjelent, hiszen amikor az Úr megteremtette a földet, illetve hát ugye először a világosságot elválasztotta a sötétségtől, majd az eget a földtől, majd ugye a vízi és repülőállatokat megteremtette, akkor ugye az ötödik és a hatodik napon megteremtette a szárazföldi állatokat, illetve magát az embert, és azt szerette volna, hogy az embernek legyen társa, és ezeket a társakat tekinthetjük végül is az állatoknak, akik viszont miután az Úr a saját lelkét lehette beléjük, ugye semmiképpen nem egyenrangú társai a Biblia szerint az embernek, illetve nagyon érdekes, ugye Fette tanárnő itt az előző adásban mondta a zoofilia kérdéskörét, gyakorlatilag a Bibliában ez megjelenik, hogy szigorúan tilos az állatokkal való mindenféle szexuális kapcsolat, ugye ez halálos bűnnek minősül. Ugye, hogyha a Bibliát nézzük, akkor az állatok nagyon nagy számban megjelennek a Biblia különböző fejezeteiben. Nem teljesen egyenrangú felekként, de ugye társaiként teremtődtek meg az állatok. Érdekesség, hogy ugye a Biblia ezen részében az állatok nem szolgálhattak táplálékul az embernek, hanem igazából a növények teremtődtek azért, hogy az állatok és az ember ellenségül szolgálnak. De a bűnbeesést követően aztán változott a helyzet. Több más mellett ugye az is megváltozott, hogy az állatok már az ember eledeléül is szolgálhattak. Ugye meglehetősen sok állat szerepe a Bibliában, ahogy említettem, és nyilván egy párnak kiemelt jelentősége is van, ugye a szamarat ismerjük több tekintetben is, ugye, mint aki Jézus bevitte Jeruzsálembe, vagy ugye Bálám szamara, aki a megtorpanásával, miután csak ő látta az angyalt, ugye megmentette a gazdáját a veszélyes helyzettől. A bárány, mint központi szereplő, rendszeresen megjelenik a Bibliában, de ugye a hal, a kígyó, illetve a galamb is rendszeres szereplője a bibliai történeteknek. Ha kicsit tovább megyünk a történelembe, akkor ugye az állat az számos nemzetnek, népnek az őse, a totemállata, az istene, nagyon sok monda fűződik állatokhoz, ugye akár a Turul mondavilág, vagy a Fehér Lófia mondavilág szintén ilyen eredet történetek. Nagyon érdekes az állatok megítélése, mert ugye volt olyan időszak, amikor például az egyes állatokat istenek tekintettek, ugye tudjuk az egyiptomi kultúrából, hogy a macska, tehát a Bastet istennő kiemelt szerepet töltött be az ókori Egyiptomba, bármiféle bántalmazásra halálos bűnt jelentett és halált vont maga után, de ugye hogyha már a macska vonalon maradunk, akkor azt tudjuk, hogy azért a középkorban a macskák helyzete jelentősen megváltozott, és ugye a boszorkányok kísérő állatává lépett elő, és ugyanúgy üldözték, ahogy a boszorkányokat, illetve érdekes, hogy ugye a mai korban is nem lehetne, hogy az Európai Unióban nincsen egy olyan irányelv vagy rendelet, amely mondjuk a kedvelésbe tartott állatokat szabályozná, hiszen hogyha belegondolunk, hogy mondjuk ugye a skandináv országok hogy állnak mondjuk egy macskához, vagy mondjuk egy dél-olasz településen milyen szerepet tölt be mondjuk a macska a dél-olaszok életében, akkor ugye ezt a kettősséget azért nehéz egy jogszabályba belevenni. Illetve ugye voltak azért olyan történelmi időszakok is, amikor az állatokat igazából tárgyaknak, működő egységeknek tekintették, ugye Descartes korában, amikor is azt mondták, hogy miután az állat nem tudja elmondani a fájdalmát, ezért biztos nem is érez fájdalmat, tehát bármit meg lehet vele csinálni, akár élve boncolni is, ami ugye egyébként a római korból ered, de ami megdöbbentőbb, hogy ugye ugyanezt mondták a csecsemőre is, amíg a csecsemő nem tudta elmondani, hogy neki fáj valami, addig gyakorlatilag nem tekintették érző lénynek, és ugyanúgy fájdalomcsillapítás nélkül beavatkozásokat végeztek rajta.
Kétféle világszemlélet van, illetve két jelentős világszemlélet, amikor az állatok és a saját kapcsolatunkat tekintjük. Ugye van egy, ami a Bibliából fakad, hogy az ember uralja a természetet, uralja a környezetét, de ugye nagyon fontos, hogy a bibliai üzenet is az, hogy az ember nem lehet zsarnoka az állatoknak, hanem hát nem így fogalmazódik, de gyakorlatilag a jó gazda gondosságával kell, hogy ellássa, védelmezze a körülötte lévő állatokat. A másik szemlélet viszont a biocentrizmus szemlélete vagy elve, amely azt mondja, hogy az ember egy az ökoszisztémában sok-sok más élőlény között nem emelkedik ki, hanem a többiekkel együtt alkot egy egységet. Ha a feszti körképet nézzük, akkor látjuk, hogy a magyarság történetéhez mindig is hozzákötöttek az állatok. A háziasodott állatok garmadájával érkeztek ugye honfoglaló őseink Magyarország területére, és ez a fajta állattartás aztán évszázadokig megmaradt, jellemzően legeltetéses állattartás, ugye egészen a 19. század közepéig, végéig fennmaradt. A kiterjedés ugye folyamatosan csökkent, hiszen ahogy kialakultak a falvak, települések, úthálózatok, úgy ez a terület egyre inkább beszűkült, de azért a legelőre alapozott, folyamatosan továbbhajtott állattenyésztési mód azért végig sajátossága volt a magyar állattartásnak, állattartási kultúrának. Ugye tudjuk jól, hogy a Magyarország gyakorlatilag évszázadokon keresztül volt nyugatnak az élés kamrája, és igazából az állatokat, jelesül mondjuk a marhákat lábon hajtották Nyugat-Európába, és már az is érdekes, hogy ebben a korban már különböző felhajtó utak voltak, a nagy utak kereszteződésébe karámokat alakítottak ki, ahol az állatok meg tudtak pihenni, illetve az emberek szükségleteit is ki tudták elégíteni. Tehát, hogyha mondjuk párhuzamot vonunk ugye napjaink hosszú távú élelőszállításával, gyakorlatilag már valami kezdemény, már ugye évszázadokkal ezelőtt is működött. De ugye, hogy a területek egyre csökkentek, egyre nagyobb lett a beépített területek aránya, nyilván ez a hatalmas legelő terület folyamatosan csökkent, és jelentős változásokat eszkalált. Érdekességként említeném csak meg, hogy ugye az állattenyésztés, az állattartás, az különböző mesterségek is kötöttek. Ilyen ősi mesterség a mészárosság, ami az egyik legelismertebb mesterség volt évszázadokig. Már elsők között a mészárosok tömörültek C-be a 13. század vége felé. Visegrádon volt például egy ilyen cég. A mészárosok nem csak az állatok levágásában, feldolgozásában kaptak jelentős szerepet, hanem mondjuk az állatok tartásában, összevásárlásában, szállításában, illetve lábonhajtásában. Ők ugye a földesúrtól vagy a királytól béreltek vágóhidakat, mészárszékeket. Ugye itt csak a létavértesi vágóhidat azért mutatom be, hogy a vágóhíd az ugye nem véletlenül vágóhíd, gyakorlatilag kisebb folyók, nagyobb patakok fölé hídszerűen építették ezeket a létesítményeket, és igazából ami a feldolgozás során ugye kicsorgott, kiesett, kipotyogott, azt ugye aztán elvitte a víz. Nyilván a járványügyes kollégáknak minden szál, ha égnek állhatott abban az időben ettől a megoldástól, de attól ez még így működött. Illetve nagyon érdekes, hogy sok-sok évszázadon keresztül a mészárosság, tehát a marhavágás az egy kiemelt, elismert tevékenység volt, viszont a sertéseknek a vágása az gyakorlatilag csak jóval később lett egy elfogadott mesterség, és ugye ott is ketté osztódott ez a terület. Ugye voltak a böllérek, akik gyakorlatilag a vízszintesen fekvő sertést dolgozták fel, és voltak a hentesek, amelyek pedig a felfüggesztett sertések feldolgozásában voltak érintettek. Nyilván ugye ezek kultúrtörténeti érdekességek, de az állattartás, az állattenyésztéshez kötődnek. Hogyha a jogfejlődést nézzük, akkor ugye a történelmet alapul véve említettem, hogy volt olyan időszak, amikor azért védték az állatokat, mert mondjuk Isten megtestesülésének vélték őket. Aztán volt egy olyan időszak, amikor azért védték az állatokat, mert valakinek a tulajdonában, jellemzően ugye a nemesség, a földesurak tulajdonában álltak, és értéket képviseltek, és ezért nem szabadott őket bántani. Illetve hát szerencsére jutottunk napjainkig, amikor már nem ilyen hátsó gondolatok alapján kerülnek az állatok védelemre, hanem ugye saját joguk által az állat, mint a jog alanya jelenik meg a jogrendszerben. Ugye a legelső
jogszabály, amit mindig így a történetetekintések során, mint mérföldkő meg szoktak említeni, ugye a Martin törvény, amely gyakorlatilag a 19. század elején került elfogadásra, és a gazdasági haszonállatok kínzásának a tilalmát fogalmazta meg, és innentől kezdve egyébként az angol száz területen folyamatosan újabb és újabb jogszabályok jelentek meg. Nem véletlen, hogy ugye Anglia mindig is élen járt az állatvédelmi szabályozásban. Itt ezt a diát tényleg csak érdekességként vetítettem föl, hogy azért az állatvédelmel kapcsolatos előírások már megjelentek korábban is. Ugye, ha visszamegyünk a 13. századig, ugye a budai zsinat megtiltotta a szerzeteseknek a vadászatot, nem feltétlenül állatszeretetből, hanem igazából azért, hogy a szerzetesek lelki üdvét ez ne befolyásolja, de azért ugye átvitt értelembe az állatok védelméről is szó volt. Zsigmond király ugye kíméletes erdőhasználatról rendelkezett, Mátyás királynak hatalmas vadfarmja volt, ugye a nápolyi király lányát vette el, és nagyon megtetszett neki az a hatalmas állatsereglet, ami ugye Nápolyt akkor jellemezte, és gyakorlatilag egész Budát benépesítette hazai, tehát honos állatokkal is, de egzotikus állatokkal is, tehát a oroszlán, zsiráv, zebra az ugyanúgy megtalálható volt az ő állatparkjában, mint mondjuk a dám. Vadászati tilalmat vezettek be, illetve ugye 1787-ben elrendelték a Pesti Egyetemen az állatorvoslás gyógyítását. Ugye baromorvoslási ismeretek tanítására kérték fel Tolnai Sándort, aki megkezdte ugye az állatorvosok képzését. És igazából ugye már a 19. század közepén jelentek meg olyan írások, illetve olyan szerveződések, ami a civil állatvédelemnek megágyazott. És hogyha még tovább megyünk, ugye a 19. század második fele, akkor tovább erősödött a vadászati törvény, nyilván tilos lett az orvadászat, a madarak fészkének a kirablása, a cselédtörvény kimondta, hogy elbocsátható az a cseléd, aki az urának a jószágaival nem megfelelőképpen bánik, a csemegi kódexről ugye Fette tanárnő az előbb már beszélt a délelőtti utolsó eladásban, hogy itt már az átkínzás tilalma megemlítése kerül, de csak akkor, hogyha nagy plénum előtt közbotrányt okozóan történik. Tehát a megközelítés más, viszont átvitt értelemben itt is azért az állatvédelmi érdekek kidomborodnak. És ami nagyon fontos, hogy ugye az akkor regnáló mezőgazdasági miniszter a 20. század elején már az állatorvosoknak erkölcsi kötelességeként rendelte el, hogy az állatvédelem eszméjét hirdessék. A világháborúkat követően nagyon sok ember beköltözött ugye a vidéki környezetből a városokba, és ennek az lett a következménye, hogy ezeket az embereket el kellett látni jó minőségű, de olcsón előállítható hússal. Ennek nyilván nem felelt már meg az extenzív tartásmód, ezért egyre inkább intenzív körülmények közé kerültek az állatok, beszűkült a mozgásterük, a természetes viselkedési szükségleteiket nem tudták kielégíteni, új tenyésztési technológiák, új beavatkozások jelentek meg, amely úgy megváltoztatta az állattenyésztést, hogy ugye jelentős változásokat kellett eszközölni, és új helyzeteket kellett emiatt megoldani. Ebben az időben egyre több állatkísérletet végeztek, ennek a keretrendszerét is meg kellett határozni, illetve a természettől elszakadt ember azzal találta magát szembe, hogy mégiscsak hiányzik neki a természet, és egyre többen tartottak kertelésből különböző állatokat. Ez még napjainkban is jellemző, ugye Magyarországon az egyik legnagyobb a kertelésre tartott állatok aránya az egész Európai Unióban, amihez nem feltétlenül társul felelős állattartás is, de dolgozunk rajta, hogy a kettő párhuzamba kerüljön. Ugye az új tartástechnológiákkal, új állatfajok tartásba vonásával igazából új eszközök is megjelentek, új technikák, új beavatkozási formák, fájdalmájáró beavatkozásokat is kezdtek végezni, és ezekre mind-mind valamilyen szintű megoldást kellett aztán találni, amelyet azért, hogy egységes legyen a szemlélet, a jogalkotásban vélték meglelni, és nyilván miután ugye mi is csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ezért követelmény volt, hogy ha már az Európai Unióban van egy kialakult jogrend az állatvédelemmel kapcsolatban,
akkor azt a jogrendszert kell nekünk is átvenni, hogy miután ugye a felelős állattartás, az állatölti szemléletet előtérbe helyező állattartás azért költségekkel jár, beruházásokkal jár, hogy ugye az EU-s termelők ne kerüljenek hátrányba. Viszont nekünk szerencsénk volt, mert ugye az átvédelmi törvényünk 98-as, tehát nem sokkal a csatlakozás előtt született meg, és amikor a végrehajtási rendeleteket írtuk, akkor már nyilván le tudtuk másolni az EU-s vonatkozó rendeleteket, irányelveket, és ezért gyakorlatilag a jogharmonizáció az nem okozott gondot. Ezt a diát annyiban szeretem, hogy bárhol előadást tartok, igazából itt ebből szoktam választani, hogy akkor milyen aktuális témákat viszek a közönség elé. Itt, ha már ugye kutyás téma, akkor ott középen azért van áthúzva az a vérengzőnek tűnő kutya, mert ugye jelentősen változtattuk a veszélyes ebb kérdéskört. Ugye nagyon sokáig veszélyesebb volt a pitbull és keverékei a vonatkozó kormányrendet alapján, de ennek az lett a következménye, hogy miután ezeket az állatokat be kellett jelenteni, hivatlanítani kellett, hogy írd és mondd a hatóságnál azt hiszem 3 ebb került bejelentésre, hiszen ugye a kutyatartók ébredtek, átnevezte mindenki Staffordshire Terrier-i a pitbullját, és gyakorlatilag kiherélődött ez a rendelet. Épp ezért egy évtizeddel ezelőtt átírtuk a szabályozást, és ugye napjainkban az a veszélyesebb, amelyet az átvédelmi hatóság veszélyesnek minősít, függetlenül attól, hogy milyen fajta, milyen életkorú, amelyik, tehát a hatóság, aki veszélyesé minősíthet, az a járási főállatorvos, viszont számára akár a jegyző, akár a szolgáltató állatorvos tehet javaslatot, hogyha úgy ítéli meg, hogy egy állat viselkedése veszélyes. Ez nyilván kétélű fegyver, mert szerintem még soha nem fordult elő, hogy mondjuk egy szolgáltató állatorvos azt a kutyát, akit mondjuk jó pénzért beoltott vagy kezelt, utána mondjuk fölnyomta a járási főállatorvosnak, hogy kedves kolléga, szerintem ez a kutya veszélyes, úgyhogy gyorsan hozzatok egy határozatot és nyilvánítsátok veszélyesé, de egyébként az átvédelmi országállattól, vagy a jegyzőtől, vagy egyéb bejelentés útján azért érkeznek megkeresések, és szép számmal kerülnek veszélyesé minősítésre ebek. Az érdekes, hogy a statisztikák alapján még véletlenül se a általunk veszélyesnek gondolt fajták vezetik ezt a listát, hanem mondjuk harapásban nagyon élen van a puli, vagy egyéb ilyen kisebb testű fajták képviselői. Mezőgazdasági haszonállattartás, ugye a hízott liba májjelölítást sokan kifogásolják, mint kényszertáplálás, ugye Magyarországnak derogációja van ezzel kapcsolatban, mint Hungarikum, nem állatkínzás, azért nem állatkínzás, mert ugye egy élettani folyamatot használ ki a libánál, mégpedig azt, hogy mielőtt elrepül a téli szállására, azelőtt energiabázist épít, elhízlalja a máját, ez egy megfordítható folyamat, a májjel zsírosodás, ezt a technológiát, vagy ezt a gyakorlatot tudják kihasználni a gazdák, ugye látszájpadlása nincs a libának, tehát meg lehet tömni elvileg a nyelőcsövét, begye sincsen, hanem egy rugalmas nyelőcsöve van. Nyilván el lehet rontani, vannak veszélyek, a tömöcs minőségére oda kell figyelni, meg az egész technológiára, tehát nagyon szigorú szabálya van, de hogyha ezt betartják, illetve a hatóságunk ezt betartatja, akkor elvileg egy olyan technológiáról van szó, amely alkalmazható, hasonlóan a tolfosztáshoz. Annak most a részleteiben nem megyek bele, viszont azt tapasztaljuk, hogy amíg a hízott liba megjelölítés egy elég prosperáló ágazat, a tolfosztás az egy inkább háttérbe szorul, és most már nagyon kevesen fosztják az állatokat a tolluktól, inkább az ipar során, tehát a vágóhidakon a forrás követő kopasztásból megmaradt tollat használja az ipar. Ketreces tartás, ugye 2012-től a fel nem javított ketrecek használata tilos tojótyúkoknál, azóta csak feljavított ketrec vagy alternatív tartásmód használható. Fejvített ketrec az jóval nagyobb, tojófészek van benne, kapirgálási lehetőség van benne, és alapvetően jóval nagyobb terület áll az állatok rendelkezésére, de hogyha a hosszabb távú tendenciákat nézzük, ugye most már azért látjuk a vonatkozó EU-s előírásokat, vagy ajánlásokat, mert most még csak ajánlások, a mindenféle ketreces kötött tartás tilalma az, amit az EU egyre inkább feszeget. Nyilván ez nem holnap fog bekövetkezni, de azért ezt az áttenyesztésnek figyelembe kell vennie. Például a sertéstartás esetében is várhatóan tilos lesz mondjuk a fiasztató kutricába a koccának a lekötése, tehát ezt a malacvédő rács rendszert nagy valószínűség szerint el kell majd felejteni.
Másik kardinális téma, ugye ott balra lent a sejtés farokútítás, ugye a rutinszerű farokútítás tilos, ennek ellenére ugye nálunk is és számos Európai Uniós országban gyakorlat, hogy a malacok farkát 7 napos kor alatt lemetszik, mégpedig azért, mert ugye a nem megfelelő körülmények között tartott sejtés frusztrált lesz, stresszes lesz, nem tudja a kíváncsiságát, az érdeklődését kielégíteni, és egymás felé fordulnak ezek az állatok, hanem megfelelő a mikroklíma, ha túl zsúfoltan vannak, ha versengenek az élelemért, ha nem optimális a takarmányozás, akkor ez a stressz azt fogja kiváltani, hogy elkezdik egymást csipkedni, egymás farkát rágni, és ugye ez aztán a végén egyrészt őket frusztrálja, fájdalmat okoz, másrészt pedig a húsfeldolgozásnál ez komoly kobzó tényező lehet, mondjuk egy gerinctájogosodás. Éppen ezért a gazdák sok-sok éves hagyomány alapján inkább 7 naposan lecsipik a farkat, és akkor nem lesz vele gond. Igen, de ugye azt beláthatjuk átvédelmi szemszögből, hogyha igazából az indikátort megszüntetjük, attól még a tartásmód nem jó, tehát hogyha nincs mit rágni, attól még ugyanolyan rossz tartásmódban vannak az állatok, tehát az EU logikája erre épül fel, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy úgy megváltoztatni a sejtések tartásának a körülményeit, hogy ne egymás farkával legyenek elfoglalva, és épp farokkal menjen végig a tenyésztési folyamatban a sejtés. Ez most nekünk hatalmas kihívás egyébként a gondolkodást átalakítani. Hosszú évek óta levelezünk az EU-val, és egyre határozottabb lépéseket teszünk ennek érdekében. Ezt az akváriumot azért vetítettem csak föl, mert ugye ezekben nagyon szépen világító halak láthatók. Az év, elmúlt év végén, illetve az év elején szisztematikusan ellenőriztünk egy pár kis átkereskedést, meg akartuk nézni, ha törpenyulak, tengeri malacok, papagájok tartásmódját, és ugye akkor a energiaválság okán találtunk egy olyan üzletet, ahol teljesen le voltak oltva a lámpák, és ennek ellenére nagyon szépen világított egy akvárium, és pusztán szakmai érdeklődésből csináltunk egy fényképet, és megküldtük a természetvédelmi hatóságnak, akik azonnal visszajelezték, hogy húha, ez így nem lesz jó, ezek nagy valószínűséggel génmódosított halak. És akkor ráálltunk erre a területre, és sikerült több létesítmény egy időben tölteni ellenőrzésével megfognunk ezeket a forgalmazókat. Ugye a génmódosított állatok forgalmazása, tartás az egész Európai Unióban tilos, úgyhogy ez egy nagy fogásnak minősült, és úgy látjuk, hogy sikerült is kipucolni ezeket a génmódosított állatokat most már a kereskedésből. Ami érdekes, hogy ugye olvasva a Facebook oldalakat, a kereskedők egymás között keresték azt a szemét, hogy ki lehetett az, aki földobta őket. Hát nem árultuk el a trükköt, hogy senki nem dobta fölem, teljesen véletlenül láttunk egy magától világító akváriumot, és innen indult az egész érdeklődésünk a téma iránt. További érdekes terület ugye a cirkuszmenazsériák helyzete. Nagyon örvendetes, hogy a vadonélállatok szerepeltetése egyre inkább lekerül a palettáról. Egyre kisebb az igény Nyugat-Európában is, és most már szerencsére nálunk is. Viszont ezáltal generálódott egy probléma, hogy azon állatok, amelyek a cirkuszmenazsériák részét képezik, és hosszabb életűek, azokkal tényleg valamit kezdeni kell, és egy tisztes nyugdíjas kort kell nekik biztosítani. Ilyen megoldásként önök is látják, hogy ugye megalakult egy-két safari park, ami azért érdekes, mert ilyen jogi fogalom nincs, hogy safari park, vagy állatkert, vagy cirkuszmenazséria, tehát a safari parkok is elvileg állatkertek, állatkerti engedélyük van, viszont még mindig van egy kettősség a rendszerben, hogy a safari parkon belül azért időnként csinálnak állatbemutatót, azért időnként a tiltások ellenére csak fölültetik a gyereket az elefánt hátára, csak megetetik az elefántot, ami ugye elvileg szigorúan tilos, tehát most egy ilyen furcsa kettős helyzetet élünk, illetve ugye Győr-Moson-Sopron megyében meg megalakult egy elefántpark, és ugye kapjuk a híreket, hogy amikor a kisalföldön autóznak és jobbra néznek, akkor juhokat látnak, ha balra néznek, akkor elefántok legelésznek, tehát ezek ilyen furcsa képek itt a Magyarországon, de valamit ezekkel az állatokkal is kezdeni kell, és ilyen pillanatban ezek egy ilyen átmeneti safari parkos megoldásban lelik most a
az életüket, vagy élik az életüket. És akkor még egy kérdés, ugye a kutyaszállítás, ugye azt tudjuk ebben a körben meg pláne, tehát nem kell túl sok részletet elmondani, hogy ugye jelentős kutyaexportőrnek minősülünk. Mindig el szoktam mondani, hogy magánvéleménye mindenkinek lehet a kutyaszaporítókkal, illetve a kutyakereskedelmmel kapcsolatban, nekem is megvan, viszont hatósági vezetőként ugye annyit tudunk tenni, hogy a vonatkozó jogszabályok betartatását mindenképpen megköveteljük, tehát elejét veszük annak, hogy 15 hetes kornál fiatalabb állatokkal lehessen kereskedni. Ugye a 7-8 hetes kölykök lennének a legideálisabbak elvileg a kereskedőknek. Miután a legtöbb uniós tagállam előírja az érvényes veszettség elleni védőoltást, azt ugye 12 hetes korban lehet beadni, utána 3 hétnek el kell tenni, hogy érvényes legyen az oltás. Tehát akárhogy is nézzük, 15 hetes kornál előbb kölyök nem mehet ki. Na most, amikor különböző akciók keretében mi az autópálya mellett megállított kamion, olyan kölyköket találunk, aminek még egy foga nem ütötte át az inyét, tehát még ugye testvérek között sincsen 3 hetes, akkor itt azért voltak problémák régen bőségesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy rendőrséggel közös akciók keretében azért sikerült ezeket nagyon jelentősen visszaszorítani. Most már igyekszik mindenki a legalitás keretei között intézni a kutyakereskedelmet, illetve sajnos azt azért el kell mondani, hogy aki nem akar még felszínre kerülni, vagy takargatni valója van, azok azért jellemzően szomszédos államokba átviszik, átcsempészik ezeket a kölyköket, és akkor így lesznek belőlük ugye mondjuk szlovák kutyák. Amire mondhatnám, hogy nagyon jó, mert exportáltuk a problémát, de hogyha átvédelmi szemszögről nézzük, és valóban a kiskutyák miatt aggódunk, akkor igazából csak arrébb toltuk a problémát. Tehát ezért szeretnénk a jövőben is, akár a szervezettel is együttműködve mindent megtenni annak érdekében, hogy a kutyatenyésztést a legális keretek közé szorítsuk, ami nyomon követhető, és az átvédelmi szabályokat is abszolút betartja. Ugye a jogszabályok élelmiszerellátás és hatósági felügyeletéről szóló törvény igazából teljes mértékben szabályozza az élelmiszerlánc rendszerét. Nyilván ezen belül nekünk érdekesebb az átvédelmi törvény, hiszen ugye az egy külön speciális területe a közigazgatásnak, illetve ugye a büntető törvénykönyvi tényállás, ezt most nekem ugye nem kell elmondani, mert Fetter tanárnő ezt nagyon precízen és pontosan elmondta. Itt ezt a diát azért mutatom csak meg, hogy ugye a napi gyakorlatban van egy kis probléma, vagy igazából nagyon résen kell lenni, mert ugye van egy közigazgatási állatkínzás fogalom is, illetve egy büntetőtörvénykönyvi állatkínzás fogalom. Ugye ezt Szilvia a BTK-t azt nagyon precízen elmondta, viszont a gond az, hogy igazából a közigazgatási tényállás is, idézőjelben tényállás, minimálisan tér el a BTK-s tényállástól, tehát itt valóban szakember kell legyen a talpának, ügye megmondja, illetve egy eljárásnál eldönti azt, hogy kimegyünk egy állattartást ellenőrizni, és hogy ezt mondjuk most megőrizzük közigazgatási eljárás keretén belül, vagy átadjuk a rendőrségnek, mert hogy fölmerül a bűncselekmény gyanúja. Ugye Szilvi elmondta, hogy mi szól a két eljárás mellett vagy ellen. Én még esetleg annyit említenék, hogyha közigeljárásba tartjuk meg az ügyet, akkor azonnal tudjuk cselekvésre bírni a gazdát, azonnal szembesíteni tudjuk a nem megfelelő állattartással, büntetni tudjuk, előírni neki, hogy mit tegyen az állatokkal, tehát dolgoztatjuk, nem hagyjuk, hogy kibújjon a felelősség alól. És ugye itt két eset lehetséges, az egyik az, hogy vagy BTK-ra terelem, és akkor kiveszem tőle az állatokat, és akkor hónapokig, évekig elhúzódik az ügy, ami alatt ő esetleg újabb állatokat vesz magához, vagy a közigeljárás keretein belül utasítom a megfelelő állattartásra lehetőség szerint, akár büntetem, tehát ő ezt effektíve a bőrén fogja érezni nap mint nap. Lehet, hogy esetleg ennek a nevelő szándéka mondjuk még hozzáadódik a történethez, tehát valóban sok mindent kell mérlegelni, de nyilván abban az esetben, hogyha az állatkínzás tényállásának a fogalma megáll, akkor természetesen a rendőrség bevonását kérjük mi is az állatorvos kollégáktól. És ugye itt végén az átvédelmi törvény, amit gondolom ebben a körben mindenki ismer. Itt ezen a dián igazából az látszik csak, hogy általános jogszabályként mennyi területet emel ki, és adja meg az alaptéziseket. Ugye ezeknek a területeknek aztán mind van végrehajtási rendelete, amely a végrehajtási részlet szabályokat hivatott rendezni.
Úgy látom, hogy bele is féltem az időbe. Igen, akkor nagyon szépen köszönöm.